Sziasztok srácok! Ebben a videóban erről az SMS-ről szeretnék beszélni, illetve ennek a hátteréről. Nem voltam 100%-ig biztos benne, hogy ezt a videót meg akarom csinálni, mert elég elfogult és más véleményeik vannak az embereknek erről a témáról, vagy ezzel a témával kapcsolatban, főleg az idősebb generációban, de köztünk is vannak olyanok, akik ezzel a témával nem fognak egyetérteni. Én viszont ezt a véleményt tartom, és ezen a véleményen voltam kiskorom óta, úgyhogy bátran megmerem csinálni ezt a videót. Ezzel az idézettel és képpel szeretném elindítani ezt a videót, mivel én ezzel teljesen egyetértek. A probléma manapság az, hogy van egy alapnorm, ami alapján mindenki szeretné az életét vinni előre. Elmész iskolába, tanulsz, kiválasztod, hogy mi akarsz lenni, és aztán leérettségizel, elmész egyetemre, lediplomázol, és elmész dolgozni. Amivel természetesen nincs semmi baj szerintem, hiszen a pénzre szükségünk van. A pénz természetesen nem boldogít, de valamilyen szinten szükséged van rá ahhoz, hogy meg tudj élni. Az, hogy most neked mennyi pénzre van szükséged ahhoz, hogy te boldog legyél, az mindenkinek a saját döntése, az mindenkinek a saját véleménye, viszont ahhoz, hogy te meg tudj élni, pénzre van szükséged. Viszont, hogyha te nem akarsz egyből egyetemre menni, semmi baj sincs vele. Nagyon sokan emiatt el fognak ítélni, és emiatt te sokszor fogod azt érezni, hogy ó, valamiben nem vagy elég jó, vagy le vagy maradva, vagy egyszerűen rossz helyen vagy, rosszul döntöttél. Én ezt az érzést alá tudom írni, habár én egyből egyetemre mentem, nekem van ehhez egy kisebb backstory-m, amit szeretnék veletek megosztani. Amikor gimnáziumba jártam, nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Akartam lenni pszichológus, akartam lenni jogász, de közben tudtam, hogy valamilyen szinten külföldre húz a szívem, tehát ezeket kiiktattam. Viszont nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni konkrétan, azt tudtam, hogy utazni szeretnék majd nagyon sokat. Ezért keresgéltem az interneten, és találtam egy lehetőséget, amivel Amerikába tudtam volna menni egy évre dolgozni, mellette utazni, és úgy voltam vele, hogy miért is ne próbáljam ki. Tehát gimi után én nem akartam egyből egyetemre menni, hanem szerettem volna egy ilyen úgynevezett gap year-t tartani, ahol én elmegyek Amerikába, gondolkozom, megnézem, hogy mennyire élvezem azt, hogy én most nem tanulok, hanem utazok, mennyire jó az, hogy én külföldön vagyok, ez a külföldi élet, ez tényleg ennyire csodálatos, mint amilyennek én beharangoztam. De aztán sajnos jött a Covid. Viszont nagyon sok ideig én úgy készültem, hogy akkor most én szeretném ezt egy évet venni. Szerintem 10 emberből 9 ember azt mondta, hogy nem mehetsz. Ne menjél, butaság, egyetemre menjél. És én ezzel nem értettem egyet. És tudjátok, hogy miért nem? Mert ha valaki nem tudja, hogy hova akar menni, akkor az most, hogy te egyből elmész egyetemre, vagy nem, nem azon fog múlni az életed, hogy te most azt az egy évet, azt te egyből egyetemmel töltöd-e, vagy kipróbálsz valami mást, főleg úgy, hogy 20 évesek vagyunk. Tehát mikor próbáljál ki több dolgot, hanem most? 40 évesen már nem lesz arra lehetőséged, hogy egy évig lébecolj, ahogy ugye az idősek mondják, mert akkor már számláid lesznek, valószínűleg gyerekeid lesznek, most viszont, ha megengedheted magadnak, akkor miért ne próbálj ki több dolgot? És ezért mondom azt, hogy ha te nem vagy abban biztos, hogy te hova szeretnél menni, akkor inkább tarts egy gap year-t, mint hogy elmész egy olyan helyre, amiről amúgy is tudod, hogy nem érdekel, és csak azért elmész, hogy te egyetemre járhass. Ez szerintem nagyon nem egészséges, és ezt nagyon sok fiatalnál látom, hogy csak azért mentem el egyetemre, mert anya, apa, a tesóm, a tanáraim, mindenki ezt mondta, és valamilyen szinten természetesen hallgatni kell az idősebbekre, hiszen sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, mint amilyenekkel mondjuk mi vagy a nálunk fiatalabb generáció. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ha te azt érzed, hogy téged az égvilágon semmi nem érdekel, csak az, hogy blogot írj, akkor menj el utazni és írjál blogot. És majd egy év után rájössz, hogy tényleg ezt akarod-e csinálni, vagy nem. Ráadásul az, hogy te mi akarsz lenni, az egy nagyon-nagyon nehéz döntés. Rengeteg olyan kollégám van a munkahelyen, aki egyáltalán nem ilyen típusú közegben indult el, nem az informatikával foglalkoztak, nem érdekelte őket a multinacionális környezet, viszont mégis itt kötöttek ki.
Miért? Mert 30-40 évesen váltottak. Sosem késő váltani. Viszont, hogyha te tudod valamiről, hogy egyáltalán nem érdekel téged, és csak azért mennél el, mert anyu-apu azt akarja, akkor üljél le velük és beszélj velük, mert téged nem egy egyetemi papír fog meghatározni, és igen, a diplomára szükség van. Mikor végzed el ezt a diplomát, abba viszont nem kell belesietni, belerohanni, mert akkor csak rosszabb lesz, hogyha te valami olyat csinálsz, ami egyáltalán nem érdekel téged. Ez egy olyan döntés, ami természetesen az életedet meg fogja változtatni, viszont tudnod kell, hogy ha meghozol egy döntést, azt még megváltoztathatod. Sok barátom van, akik elmentek egy bizonyos szakra, fél évet lehúztak, és elmentek egy másikra. És most boldogan élnek. Ez egy nagyon nehéz döntés. És hogyha úgy érzed, hogy nem vagy 100%-ig biztos abban, hogy te mit akarsz csinálni, akkor ne érezd rosszul magad, hogy most nem vettek fel sehova, vagy hogyha egyáltalán nem is jelentkeztél, hanem inkább nézd a jó oldalát. Van egy éved arra, hogy te rájöjj arra, hogy te mit szeretnél. És hogyha azt nézzük, egy év nagyon sok idő arra, hogy te minden nap valami új dolgot kipróbálj, vagy utána olvas, vagy belehallgass, vagy bármi. Mert egy év alatt, hogyha csak erre fókuszálsz, akkor lesz időd arra, hogy rágyere, hogy téged mégis mi érdekel, és esetleg melyik szakra lenne érdemes jelentkezni. Rengeteg emberrel tudsz beszélni különböző egyetemekről, tanárokkal, volt diákokkal, elmehetsz tanácsadásra is, ami azt jelenti, hogy elmész, beszélgetnek veled, és elindítanak téged egy olyan útvonalon, ami alapján te tudni fogod, hogy most akkor te egy mondjuk humán beállítottságú vagy, vagy reál, vagy természettudomány, bármi. De az a lényeg, hogy ez egy nehéz döntés, tehát ha te úgy érzed, hogy nem vagy biztos abban, amit szeretnél csinálni, akkor inkább örülj, hogy egy ilyen SMS-t kaptál, vagy inkább örülj, hogy nem mentél egyetemre, mert ez sokkal jobb, mint hogy elvégzel egy olyan szakot, ami mondjuk téged nem is érdekel, jövőt se látsz benne, és aztán 30-40 évig ebben fogsz dolgozni, ez lesz a mindennapod, heti 40 órát fogsz ezzel tölteni. Hogyha te nem akarod, akkor inkább ne menj, és inkább gondolkozz azon, hogy téged mi fog érdekelni. A legfontosabb, amit meg kell értened, hogy a döntésednek következményei lesznek. Viszont azt is meg kell értened, hogy a te életedről van szó, és a döntés a te kezedben van. Olyan döntést hozzál mindig, aminek a következményeivel együtt tudsz élni. Általában, amikor előttem áll egy nehéz döntés, akkor mindig megnézem, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Például, ha most én nem mentem volna egyből egyetemre, tegyük föl, azt mondják a szüleim, hogy kislányom nem fogunk tovább támogatni, mert azt nem fogom támogatni, hogy te itthon ülsz, és akkor kiraknak a házból. Ez borzalmas lett volna, hiszen nem volt munkahelyem, nem volt pénzem, miből éltem volna meg? Semmiből. Készen álltam erre a döntésre? Nem. Ezért tudtam, hogy meglépni azt, hogy nem megyek egyetemre, az egy nem volt jó döntés. Viszont az, hogy én azt mondom, hogy anya, apa, figyelj, nem akarok egyetemre menni, és azt mondják, hogy jól van, kislányom, akkor kirakunk a házból, akkor tudom, hogy akkor valószínűleg el kellett volna mennem valami munkahelyre, ahova föl is vettek volna, hallgatói jogviszony nélkül, és akkor tudtam volna, hogy akkor nem lett volna az, hogy akkor reggel 10-kor kelek, hanem akkor igenis napi 8 óra munka, hogy ki tudjam fizetni azokat a magas árakat, amik most ugye Budapesten vannak. Úgyhogy, ha meghozol egy döntést, mindig úgy hozd meg, hogy a legrosszabb következik be, ami be tud, akkor te arra is készen állsz. És hogyha úgy érzed, hogy te nem állsz készen arra, hogy a legrosszabb dolog megtörténjen, akkor ne hozd meg a döntést, mert ez egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy fogsz tudni vállalni. Viszont ne másnak éld az életed. Ez egy nagyon kemény lecke, amit nagyon sokan saját bőrükön tapasztalnak meg, köztük én is. Nem szabad másnak élni. Persze, lehet mást boldoggá tenni, és kell is, hiszen a párodat is boldoggá kell tenni, a családodat is, a tanáraidat is boldoggá teheted, de a legfontosabb a nap végén, hogy te magad mennyire vagy boldog. Mert ha te magad nem vagy boldog, akkor tök mindegy, hogy anyu, apu, a tanárnő, a tanárúr boldogak, hiszen te magad nem vagy boldog, és bármennyire is meg akarsz felelni másoknak,
Az egyetemi kérdés egy olyan döntés, ahol senkinek nem kell megfelelned, csak is saját magadnak. Mert nem anyukád fog dolgozni ügyvédként. Tegyük föl, hogy a szüleid azt akarják, hogy te jogász legyél, és boldoggá akarod őket tenni. Elmész jogi egyetemre. Még azt mondom, élvezed is. De nem anyukád fog jogászként dolgozni 40 évig, nem apukád fog bejárni a jogi irodába és emberekkel foglalkozni, hanem te magad. Tehát, hogyha te nem akarsz ezzel foglalkozni hosszú távon, akkor azért, mert anya-apa azt akarja, hogy te jogász legyél, ne engedd, hogy ez befolyásolja a döntésedet. Mert nem ők fogják leélni az életedet, és nem ők fogják tudni, hogy neked mi a jó. Természetesen ők azt akarják, hogy neked stabil jövedelmed legyen, hogy neked házad legyen, autód, a gyerekeidnek meg tudjál mindent adni, de a pénz nem fog neked annyi boldogságot hozni, hogy te be tudj úgy menni a munkahelyedre minden egyes nap, hogy imádok itt dolgozni, imádom az életemet, mert igen, a pénz boldoggá tesz. De ha neked az az álmod, hogy luxus villád legyen, akkor képes vagy feláldozni a saját boldogságodat a pénzért? Van, aki fel tudja, és hogyha te ilyen ember vagy, akkor örülök, mert akkor valószínűleg megtaláltad azt, ami téged boldoggá tesz. De legtöbb esetben a pénz nem fogja tudni helyettesíteni azt az érzést, hogy én felkelek reggel, és úgy megyek be a munkahelyemre, hogy de jó, hogy itt vagyok, mert rendesek a kollégáim, jó a fizum, élvezem, amit csinálok, a legfontosabb. Bejön egy vállóperes házaspár, akkor én élvezzem azt, amit csinálok, és ne pedig undorral és fintorral üljek velük szembe. Szeretnék itt kicsit visszatérni arra a képre, amit megosztottam a videó elején, illetve a képnek a leírására. Minden embernek más az élet sorrendje. Nagyon sok barátom 21 évesen már egyedül él. És mindig azt hittem, hogy úristen, hát én el vagyok késve, Jézusom, milyen gáz, hogy én még otthon élek. És aztán egy idő után rájön az ember, hogy ez miért lenne gáz? Azért, mert ő kiköltözött, nekem is ki kell. Nincs megadott sorrend, hogy mi a normális a világon. Nincs olyan, hogy maximum 23 éves korodig ki kell költöz. Nincs olyan, hogy neked egyből egyetemre kell menned gimi után. Nincs olyan, hogy neked diploma után egyből munkahelyre kell menned. Nincs olyan, hogy azért, mert ő egyetemre ment, nekem is kell. Vagy azért, mert ő orvosi egyetemre ment, nekem is arra kell. Ilyen nincs. Mindenkinek más a sorrendje, és ez a szép az életben, hogy azt csinálod, amit akarsz, mert hogyha valaminek úgy kell lennie, ahogy, akkor az úgy is lesz. És hogyha neked egyetemre kell menned, de 20 évesen úgy érzed, hogy nem akarsz, akkor elmész, csinálsz egy szakmát, elmész, csinálsz egy OK-ét, vagy mit tudom én már, mi van most. És akkor elmész 30 évesen egyetemre, mert akkor jössz rá, hogy téged ez érdekel. Akkor fogsz arra rájönni, hogy engem az egyetemben ez és ez érdekel. És nem leszel elkésve, mert ugyanúgy fogsz dolgozni, ugyanúgy lesz pénzed, tehát önálló leszel, nem a szüleiden fogsz lógni, viszont ott leszel, hogy végre olyat csinálsz, ami érdekel téged. És valaki 22 évesen lediplomázik, és 25 éves korára már nem tudom, milliómos lesz, valaki meg 30 évesen megy el dolgozni, és egész életében nem lesz az. Tehát annyira kiszámíthatatlan, viszont ha valaminek meg kell történnie, akkor az megfog, a helyes időben. És a helyes idő az nem a máshoz viszonyított helyes idő, hanem a saját magadhoz viszonyított. Mert ha én most úgy érzem, hogy nekem egyetemre kell menni, akkor elmegyek egyetemre, és az a helyes idő. Ha én úgy érzem, hogy most nem akarok egyetemre menni, mert nem ez a helyes, akkor ez a helyes idő. És elmegyek 25 évesen, akkor 25 évesen lesz a helyes idő. És nem azért helyes, mert a barátnőm is akkor ment, meg az XY, hanem azért helyes, mert itt belül érzem, hogy én egy jó döntést hoztam, és hogyha én egy jó döntést meghozok, akkor belül boldognak kell lennem. És ha nem vagy boldog, akkor tök mindegy, hogy anyu, apu, a tanárod, a barátaid rábólintanak arra, hogy igen, elmentél jogra, kislányom, büszke vagyok rád. De ha neked belül itt nem jó érzés, akkor mit számít az, hogy kívülről mi van? Van egy ilyen mondás, hogy ha valaki kívülről motivált, az nagyon jó. De ha valaki belülről motivált, az még jobb. Miért? Mert a külső motivációt bármikor elveheti bárki. Engem motiválhat a példaképem az interneten, hogy úha, ilyen szép testednek kell lenni ahhoz, hogy nyáron felvehess egy bikinit, de az a lány bármikor meg tud hízni. Az a lány bármikor abba tudja hagyni a posztolást, és akkor én már nem fogom többet látni azt, hogy fú, de jól néz ki. Viszont ha én belülről eldöntöm, hogy figyelj csak,
én nem érzem jól magam a bőrömben, akkor én szeretnék változtatni rajta. Ez a motiváció nem fog eltűnni, mivel ez belülről jön, és nem más befolyásolja, hanem saját magam. És ez ugyanúgy valós az iskolára is. Hogyha téged más motivál, ez nagyon jó, de ha nincs meg a belső motivációd, akkor tök feleslegesen gürizel azzal, hogy tanulsz órákat, napokat, heteket, mert nem lesz később eredménye, illetve ha lesz is, te magad nem leszel boldog. És mi az élet értelme? Nem a pénz, nem az, hogy most milyen házban élsz, nem az, hogy milyen autót vezet, nem az, hogy hány helyre utaztál az évben, hanem az, hogy ha te reggel fölkelsz, akkor boldog vagy? És hogyha előtted van egy tükör, és megkérdezed a benne lévő embert, hogy hé, te ott boldog vagy? Akkor igen legyen a válasz. És az, hogy téged mi tesz boldoggá, az csak te tudod. Én nem tudom neked megmondani, a szüleid nem tudják neked megmondani, a külső emberek jót akarnak neked. Viszont nem fognak belelátni abba, ami te vagy, aki te vagy. És hogyha ez nincs meg benned, akkor ők mondhatnak bármit. A belső motivációnak kell meglennie, és a belső boldogságnak. És az utolsó dolog, amit ehhez hozzátennék, hogy ha idén nem vettek föl téged egyetemre, akkor ne búslakodj, mivel sosem késő elkezdeni. Nem leszel egy évvel hátrébb, vagy egy évvel később, csak azért, mert te 22 évesen kezdtél egyetemet. Ahogy már mondtam, rengeteg kollégám került úgy a céghez, hogy kínai angol szakon végzett, meg bölcsészkarom, meg nem tudom. És most itt van egy IT-nál, és dolgozik, és menedzser, és imádja a munkáját, és mi is nagyon szeretjük, és 30-40 évesen jött át. Sosem késő elkezdeni. Ha valamibe beleraksz elég munkát, úgyse fogják megkérdezni, hogy amúgy hány évesen lett diplomája, hanem azt látják, hogy hú, ez nagyon teker ahhoz, hogy ő előrébb kerüljön a ranglétrán, akkor előrébb teszem. Nem azt fogják nézni, hogy milyen jegyeid voltak, hanem azt, hogy mit tudsz. És azt, hogy mit tudsz, azt nem a jegyek fogják befolyásolni, nem azt fogja befolyásolni, hogy te hány évesen mentél egyetemre, milyen egyetemre mentél, honnan jöttél, hanem azt fogja befolyásolni, hogyha eléd raknak egy feladatot, akkor mennyire fogod tudni megcsinálni, mennyire leszel motivált, mennyire leszel kitartó, mennyi kihívást fogsz tudni kezelni x időn belül, a nyomás rajtad, stresszkezelés, időkezelés, minden. De sosem késő elkezdeni. És ez a legfontosabb, hogy nem vagy lemaradva, nem fognak azért csúnyán rád nézni, mert te még nem jársz egyetemre, vagy téged nem vettek föl. Ettől te nem leszel buta, ettől te nem leszel hülye, ettől nem leszel te senki. Ugyanaz az ember vagy, aki eddig, sőt, hogyha most nem vettek föl, és idén újra próbálod, sokkal büszkébben fogok rád nézni, mint hogyha egyből felvettek volna. Miért? Mert egyből felvettek? Gratulálok, ügyes vagy, biztos megdolgoztál érte, büszke vagyok rád. De nem sikerült? Leküldtek a padlóra, és te fölálltál, és újra megcsináltad? És azt mondtad, hogy téged nem tántoríthat el egy SMS? Hát így még büszkébb vagyok rád, mivel megtapasztaltad azt, hogy milyen az, amikor esetleg az élet leküld téged a padlóra, és föl tudtál állni. És nem azt mondtad, hogy nekem nem kell egyetemre menni, hát ez az SMS kimondta, hogy én hülye vagyok. Hanem azt mondtad, hogy oké, akkor hol mentem rosszul? Akkor mit kell változtatni? És egy év múlva beadod az álom jelentkezésedet, és fel fognak venni. És tudod, hogy milyen SMS-t fogsz kapni? Olyat, amilyet szeretnél. Olyat, amilyet vársz. Úgyhogy ne csüggedjél rajta. Nincs semmi probléma abból, hogyha nem mentél egyetemre, vagy hogyha nem vettek föl, mert az élet nem áll meg, rengeteg más lehetőséged van, rengeteg helyre el tudsz menni, fölvesznek nagyon sok helyre, így is dolgozni, tehát pénzed az lesz, tudsz félrerakni, gyűjteni, és hogyha úgy érzed, hogy az idő helyes, akkor el tudsz menni egyetemre, és élvezni fogod. És olyan dolgot fogsz csinálni, amit 30-40 éven keresztül nem fogsz megunni. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett nektek. Ne felejtsetek el lájkolni a videót, és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le a többi videóról. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!